Sziasztok! Én továbbra is Kártai Tamás vagyok, és ez pedig itt egy videó, ami NBM ezekkel foglalkozik, majd most ismét egy kicsit másképpen, mint eddig, most ilyen videoblog jelleggel szeretnék titeket bevonni egy napomba, ugyanis a mai napon a Retro Jersey Day reggelire ébredtem, annyit tesz ez, hogy a Bikás Parkban ma lesz a szezonnyitó, ami össze van kötve egy olyan eseménnyel, ami Retro Jersey Day néven fut, aminek a lényege az, hogy a helyszínre mindenki a kedvenc retro NBA mezében érkezik. Van nekem egy ilyen kis állványom itt a szentélyemben, és szeretném, hogyha végigasszisztálnátok ezt a folyamatot velem, ugyanis még nem találtam ki, hogy melyik mezbe menjek, és hát lássuk, hogy hogy alakul ki ez a választás. Szóval az első gondolatom az volt, hogy ha igazán retro, akkor ebben a rookie Kevin Garnett mezben kéne mennem. Ezzel csak egy bajom van, hogy hasban hát kicsit szűk ez a mez. Ez egy 44-es mez, ami éppen hogy jó rám, és nem nagyon szeretem azt, hogyha a hasamra feszül egy mez. Úgyhogy bár egyébként szerintem más területeken ez a mez jól áll nekem, de még egy ilyen kis feszes feeling ezért ő kiesik. Na, ez az Iverson mez. Ez azért egy jóval kellemesebb dolog. Ez hasban is nagyon jó, teljesen jó méretű. Viszont szeretnék ennél egy kicsit nagyobbat villantani, úgymond, és ennél azért egy fokkal ritkább mezben érkezni. Úgyhogy tovább kutatok. Mondjuk mi lenne? Hogyha egy ilyen igazi ritkaságba mennék. Ugye ez a Detroit Pistons jogelőd, a Fort Wayne Grant Hill meze. Ez is teljesen jó méretben, bár hát igazából hasból fogyni kéne. Az tény. Ez egyébként nem egy rossz opció. Nagyon szeretem ezt a mezt, és abszolút jó méretbe. Tehát tökre jól működik, viszont a lila az sajnos nem az én színem. Egyébként elnézést, hogy ilyen sötét van ebben a videóban, de muszáj voltam lehúzni a redőnyöket, mert különben a szemből jövő fény teljesen homályosította volna, meg felborította volna az autófókuszt. Úgyhogy hát ez nagyot villantana szerintem a Bikás Parkban, de valamiért nem úgy érzem, hogy a lila az nem az én színem. Ez is szuper lenne méretbe, de látjátok, most mondom, hogy a lila nem az én színem, és ennek ellenére felveszek egy másik lilát. Csak ez még sose volt rajtam, és igazából nagyon-nagyon szeretem ezt a mezt, de hát tényleg a lila miatt off. Uh-huh. Ezt a mezt, ezt szintén imádom, és az abszolút perfekt, jó laza méretbe. Látjátok, hogy itt a kar is nagyon kényelmes. Csak ezzel meg az a baj, hogy az annyira ritka, hogy lehet, hogy félnék így fölvenni mondjuk így kosarazáshoz. Bár nem kellene, hogy féljek, mert én azt az elvet vallom, hogy azért vannak a mezek, hogy hordjuk őket, nem azért, hogy otthon nézegessük őket, de lássuk csak, hogy van-e valami másik opció. Az biztos, hogy mindenképpen sötét színű, tehát fekete vagy valami másik sötét színbe mennék, mert szerintem a többi cuccom is fekete lesz, meg,
meg fehéret nyilván, meg világos szint azért nem vennék föl, mert koszolódhat. Más színes dolgokkal egyébként kicsit hadilábon állok, azokat így nagyon, nagyon ritkán vállalom be. Úgyhogy gyakorlatilag vagy az van, hogy ebbe a Duck Fist Team-ezbe megyek, vagy az öreg kedvencembe, a Spurs Rodmanben érkezem, amit egyébként ez a hordás szempontjával ez egyik kedvenc mezem, ezt nagyon sokszor hordom, mert nagyon, nagyon jól érzem magam benne. Vagy van még egy opció. Lehet, hogy ebből Jason Williamsbe kellene mennem, mert ugyan ez is ritka, de ennél a Doug Christie-nél kevésbé félteném, mert a hátam már egy kicsit ütött kopott. Nézzük csak meg ezt! Hát nem tudom. Ezt egy kicsit basicnek érzem. Egyébként milyen király, itt van a jó idő, és 20 fok felett van a hőmérséklet, mert végre eljött az az időszak, amikor ezt lehet csinálni, és lehet az utcán mezt hordani. Nem tudom. Majd mindenképp írjátok meg a videó alatt, hogy ti melyiket választottátok volna. Nem tudom, ez olyan kicsit olyan basic nekem ez a white chocolate, szóval ez ilyen. Ennél valami nagyobbat akarok dobni. Rashid Wallace Portland. Lehet, hogy ez benne az igazi. Vagy esetleg ez a Miller. Mondjuk ez is olyan, hogy ennél azért nagyobbat kéne villantani. Gondoltam még erre az Antonio McDice-ra is egyébként. Ez lehet, hogy fenyítene. Ami biztos, hogy nagyon nagyot fenyítene, az ez a Sean Kemp Cleveland mez. Hát ezt fel is próbálom, hát ha ez lesz az igazi. Hát igen, ez keményen odapirít, hogy úgy mondjam. Jó hosszú. Ja, még lenne egyébként még egy másik, ami nagyot fenyítene, csak azt is annyira féltem. Ez a Penny Hardaway Suns, mert ezt is egyébként szoktam hordani. Ez is, hát nem tudom, a bőség zavarában. A bőség zavarában vagyunk, vagy legalábbis vagyok. Nem tudom, kitalálom, és majd mindjárt meglátjátok, hogy mi lett a döntés. Addig is írjátok meg, hogy ti melyiket választottátok volna. Zajlik az élet. Ez lett a szettem. Éppen Portland mez, autentik warm-up fősővel, ugye szettekbe fontos gondolkodni. Mögöttem pedig a mezek.hu kínálatát kihoztuk itt a streetballozó emberkéknek. Kihoztunk csomó gyerekmeznek, csomó felnőtt mez, ezeket a mezek.hu weboldalon megtaláljátok. És itt nézzetek bele, hogy itt zajlik az élet. Nyomják ötöt ellen az arcok. Még a végén én is beállok egy labor vízbe, vagy a játékba meglátjuk. És majdnem. Úgyhogy csomóan mezbe jöttek, legközelebb gyertek is a Retro Jersey Weekendre. Itt Tali, sziasztok!
immáron újra itthon, egészen 2-től 7-ig csapattuk a bikáson a streetballozást, illetve a mezezést. Egy nagyon szép nap volt, nagyon szép időnk volt, úgyhogy teljesen kiszívott a nap, és hullafáradt vagyok, úgyhogy hamarosan bele is vetem magam az ágyba, előtte azonban még elmondanám, hogy ennek a videónak igazából az is lett volna a célja, azon kívül, hogy beszámoljak erről a jópofa napról, hogy megmutassam a mezezésnek a másik oldalát, amikor sokkal inkább tekintünk egy mezre tényleges ruhadarabként, nem pedig egy erekjeként. Bizony vannak mezek, amik nem jól állnak, szűkek, bők, túl hosszúak, túl rövidek. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha szeretnétek a jövőben ilyen videoblogos, akár egy napot, akár bizonyos témát átölelő videókat, akkor mindenképp jelezzétek ezt nekem, illetve ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, mert hasonló NBA-mezes videókkal jövök nagyon hamarosan. Köszi a figyelmet, sziasztok!